2016-ban 60 esztendeje lesz az 56-os szabadságharcnak és forradalomnak. Erre emlékezik nem csak Magyarország, hanem az egész világ. Tegnap egy sajtótájékoztató és egy alkuló ülésen erről beszélt. Mit tud nekünk erről mondani? Az egy erkölcsi kötelesség, de egyúttal egy méltóság is, hogy abban a kiváltságban részesülünk, hogy mi ünnepelhetjük meg az 56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját, mert hogy az új magyar demokrácia, ezt 1990-ben ki is mondta egy országgyűlési határozat, azóta a 2011-es új magyar alkotmányban ez meg van örökítve, erre az 56-os örökségre épül, arra a szabadságharcra, arra a forradalomra, amit egyébként azok a hősök, azok az áldozatok annak idején meghoztak az egész magyar nemzetért, de én hagyd mondjam azt, hogy egyáltalán az Európa szabadságáért, a szabadság eszméért, magáért, mert nem tűrte el a magyar nép azt, hogy mindenfajta külső döntésnek a következtében ő egy rab világnak a részévé vált, a szovjet megszállási övezet részévé vált, és kifejezte ezt nem csak a szabadság vágyát, akaratát, hanem meg is valósította azt, hiszen volt néhány nap, amit szabadságba töltöttünk, és ha nincs szovjet hadsereg, akkor Magyarország másképp képzelte el a jövőjét, Magyarország többsége másképp gondolkodott magáról, mint aki nem szeretne diktatúrában élni. Második világháború folyamán nagyon sok honfitársunkat, közöttük több százezer zsidó honfitársunkat vesztettük el. 1956-ban nagyon sok zsidó honfitársunk megtalálható volt mind a két oldalon. Nagyon sokat közöttük elveszítettünk, és nagyon sokan külföldre távoztak. Vajon most ők is végre kitüntetésbe részesülnek? Tettünk már azért ezen a területen, de valóban így van, hogy amit a Hungarian Freedom Fighter, aki aztán fölkerült a Times-nak a címlapjára is, mint az év embere, annak idején nagyon sokan figyelték távolról és közelebbről, a határokon kívülről, nem csak a Kárpát-medencébe, hanem az Egyesült Államoktól Ausztráliáig, és ide sorolnám mindenképpen Izraelt is szimpátiával, és a szimpátia szó eredetileg azt jelenti, hogy együtt szenvedni, tehát együtt szenvedve, szenvedéllyel és reménységgel, hogy mi lesz Magyarországon. Ezek között sok zsidó honfitársunk volt. Általában az a kép, hogy a magyarországi zsidóság inkább baloldali, de egyrészt tisztességes baloldaliak is álltak az 56-os forradalom oldalán, másrészt meg olyanok, akik egyébként polgári szemléletből, nemzeti érzéstől hajtva zsidó emberek kiálltak a magyar szabadság mellett. Az ő összegyűjtésük, az ő megszólításuk, amennyiben még élnek, hanem akkor meg a gyermekeik, unokáik megszólítása, az emlékek összegyűjtése, hogy mit tettek, hogyan emlékeztek, nagyon sokan gyűjtöttek, nagyon sokan fogadtak be politikai menekülteket Magyarországról. Mindezeknek az összeszedése és bemutatása magunknak, a jövendő nemzedéknek, hogy lássák, hogy micsoda világszolidaritás volt mellettünk, és egyébként a világ közvéleményének is ez egyik legfontosabb célkitűzése az 56-os Emlékbizottságnak, amelyikben egyébként a Magyar Tudományos Akadémiától elkezdve a Művészeti Akadémián át, a történész kutató műhelyeken keresztül a társadalmi szervezetekig, az 56-os szervezetek képviseletében éppen Boros Péter volt miniszterelnök úr, mindenki megtalálható, akinek mondani valója lehet 1956-tal kapcsolatban. Miniszter úr, akkor ha jól értem, a 60. évfordulót nem csak Magyarországon emlékeznek rá, hanem világszerte emlékezni fogunk. Mi mindenképpen ezt szeretnénk, ebben a nagykövetségeink, a külföldi partnereink és az itteni nagykövetek is tudnak segíteni, majd szeretnénk őket hamarosan januárban meghívni egy olyan tanácskozásra, ahol az ide akkreditált más országok nagykövetei viszik a hírt és a lehetőséget arra, hogy lehet jelentkezni. 56 barátainak helye van a magyar nép emlékezetébe. Ezzel kapcsolatban szeretnénk egy szép nagy könyvet kiadni, ahol mindenkinek a neve, akiről tudunk, benne lesz, aki bármit tett 56 ügyéért, akár akkor, akár később. Miniszter úr, Magyarországon szociális munkásokat képeznek. A szociális munkás képzés egyik fellegvára az ORZSE, az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem. Ma a szociális munkások napja van. Kitüntetéseket osztott ki, és emlékezett azokra a napokra, amikor fiatal teológusként, mielőtt megkapta a diplomáját, először egy szociális otthonban tevékenykedett. Erről, ha mondana valamit. Először hagyd mondjuk az ORZSE-ról valamit, meg egyáltalán a zsidó karitászról, ha lehet ilyet mondani, a zsidó irgalmasságról, arról, hogy a ma a nagy európai rendszerek ezen a példán orientálódnak, tájékozódnak, hiszen az egyik legrégebbi, leghatékonyabb, legemberközelibb
szegény gondozás, bajba jutott emberek gondozása, az éppen a zsidósághoz kötődik, a zsidó valláshoz kötődik. Részben rá is kényszerült erre, hiszen a diaszpórában, a szétszórtságban szükség volt arra, hogy a saját hitsorsosaikat, saját hittestvéreiket fölkutassák és gondoskodjanak róluk. Ebből a példából alakult ki a keresztény, és aztán később a szekuláris gondoskodás is, tehát van mit tanulni, és hogyha az Orzsén olyan szociális munkásokat képeznek, akik ezt a lelkületet viszik, ezt a felelősségteljes lelkületet, akkor azzal sokat tesznek az egész országért. Én magam is vallásos indítatásból kellett, hogy szolgáljak a szociális rendszerben, én egy teljes évet dolgoztam egy titkos kolostorban, akkor még be voltak tiltva a szerzetes rendek, idősek otthonaként volt előadva az egész történet, és én ott voltam szociális munkás, dolgoztam fogyatékos otthonokban is, és azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen tapasztalatok nélkül előszólna egyébként az önkéntesség, meg ezért szeretnénk azt a munkát, amit az érettségihez kötünk, hogy azért néhány órát töltsenek el a fiatalok ilyen típusú munkában. Azért csináljuk ezt, hogy olyan tapasztalataik legyenek, amik kifejezik, hogy a bajba jutott emberek, a rászorult emberek, és nem csak kapni akarnak, hanem tudnak valamit adni is az emberi minőségünkhöz, és enélkül igazából emberekkel foglalkozó munkát nem lehet komolyan csinálni, akkor csak szöveg van. De hogyha tudjuk, hogy mit jelent egy bajba jutottan igazán segíteni, lehet, hogy nonverbálisan, szavak nélkül is, valóságos tettekkel, egy pelenkázás, egy etetés egy ilyen helyzetben, az lehet, hogy többet jelent, mint hogyha az ember 100 könyvet elolvas ehhez. Miniszter úr, egyszer már Magyarországon megpróbáltak az egyházak nélkül érvényesülni, megpróbálták, hogy a nép talán összetart valami utópia alapján, ha jól értem, ez akkor nem sikerült. Tehát az egyházakra szükség van, az emberi összetartásra, és ahhoz, hogy egy ország jól teljesítsen, szükség van az egyházakra. Hazánkban új egyházi törvény készül, mit tud erről mondani? Előtte még hagyd mondjak egy másik dolgot, ami legalább olyan fontos, mint az új egyházi törvény, az az, hogy most tárgyalunk a legnagyobb felekezetekkel, a zsidó felekezetekkel is arról, hogy hogyan tudnánk átadni minél több szociális intézményt egyházi, vallási fenntartásba, mert úgy gondoljuk, hogy ott kapják a legjobb gondoskodást. Az új egyházi törvénynek az alapelvei nem változtak, ez egy strasbourgi bírósági döntés miatt kell ezen újra és újra módosítanunk. Az alapelvek nem változtak, a tartosság, a begyökerezettség, a társadalmi súly, a társadalmi elismertség az, ami a egyik legfontosabb szempont a szabályozásnál, a másik pedig természetesen az, hogy bárki Magyarországon, 5 ember, 10 ember, 15 ember, 1500 ember, 1,5 millió ember, bárki Magyarországon, aki a vallását közösségi formában szeretné gyakorolni, annak erre minden lehetősége meglegyen, a teljes szabadságát és a választás szabadságát is biztosítsuk és garantáljuk. Ön, mint teológus, mint felszentelt lelkész, nem ragaszkodna ahhoz, hogy olyan egyházak legyenek, akik tényleg az Ó és az Új Szövetséget, vagy legalábbis ehhez közel álló dolgokat hirdessenek? Én, mint lelkész ragaszkodnék hozzá, mint miniszter és mint egy olyan kormányzati tisztségviselő, aki minden állampolgár számára biztosítani kell a jogegyenlőséget, természetesen nem ragaszkodok ehhez. Mindenki élheti a saját hitét, a saját gondolatát, mindaddig, amíg a törvényeket betartja, és nem veszélyes a társadalomra, addig virágozzék minden virág. Ahogy említettem, viszont azt, hogy kinek van társadalmi súlya, kinek van olyan történelmi teljesítménye Magyarországon, hogy az hozzájárul a magyar nemzetnek a javához, az erősödéséhez, az egy külön kérdés, azokkal az állam kész külön megállapodásokban olyan szerződéseket kötni, amiben ez a közösség, ez az együttműködés kifejeződik. Tehát a vatikáni szerződés, amit az állam és az egyház kötött, tovább él, és azon nem lesznek változtatások. Nem csak ez a szerződés, hanem minden olyan szerződés, a Mazsi Hisszal kötött szerződés is, az Emichel kötött szerződés is, tehát a zsidó felekezetekkel is, és természetesen minden más felekezettel, akivel eddig szerződést kötöttünk, azok érvényben maradnak. Észre úr, nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.